Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Önkormányzati választás. Megvan, kikre szavazhatunk október 13-án. Támogatás. Több mint 126 millió forintot nyertek a szekszárdi civil szervezetek szabadidős programokra. Fejlesztés. Felújított művelődési házat adtak át Gerjenben. Mosdgáz. Kis odafigyeléssel elkerülhető a tragédia. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hét elejéig gyűjthették az aláírásokat a polgármester és képviselőjelöltek az októberi önkormányzati választásra. Tolna megyében összeállt, mely politikai pártok indítanak jelöltet, és kiknek sikerült összegyűjteniük a szükséges számú érvényes ajánlóívet. Azt is kisorsolták a helyi választási bizottságok, hogy az október 13-ai önkormányzati választáson milyen sorrendben követik egymást a polgármester és képviselőjelöltek nevei a szavazólapokon. Több határidő járt le a héten, amik az októberi önkormányzati választással kapcsolatosak. Kiderült, mely politikai pártok vagy jelölő szervezetek indítanak képviselőjelöltet az október 13-ai választáson, és ezzel együtt az is kiderült, kiknek sikerült összegyűjteniük a szükséges számú érvényes ajánlásokat. A választáson ugyanis csak azok indulhatnak polgármester vagy képviselőjelöltként, akiknek eddig az időpontig sikerült összegyűjteniük a jegyzők által korábban meghatározott számú ajánlást az ajánló íveken. Leadták azokat a választási bizottságnál, és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették. Az ajánlásokat a bizottságok mellett működő irodáknak kellett ellenőrizniük. A megyei lista összeállt, tudtuk meg Gábor Ferenctől. A Fidesz-KDNP, a Momentum, a Jobbik, az MSZP, a DK és a Mi Hazánk kérte az ajánló íveket. A német nemzetiségi önkormányzatnál egy, a romáknál pedig három jelölő szervezet állít listát Tolna megyében, mondja a Tolna megyei választási iroda vezetője. Mindenkit már ellenőriztünk, mindenki a szükséges számot összegyűjtötte, 791-et kellett egyébként egy jelölő szervezetnek, közös listát állító Fidesz-KDNP-nek kellett 2000-et összegyűjteni, úgyhogy a egy jelölő szervezet az LMP a végén úgy döntött, hogy ő nem kíván listát állítani, de rajta kívül mindenki összegyűjtötte. Ezen kívül nemzetiségi önkormányzatok is állítanak területi listát. Három polgármester jelölt, összesen 33 egyéni választókerületi képviselőjelölt. A német nemzetiségi önkormányzat részéről 7, a roma önkormányzat részéről pedig 12 képviselőjelölt bejelentése történt meg a Tolnai megye székhelyen, mondja Molnár Kata. Minden esetben megvizsgálja ilyenkor a helyi választási iroda, hogy az előírt számú érvényes ajánlás beérkezette. Egyébként minden esetben beérkezett, és ez alapján, az információ alapján tudja a helyi választási bizottság a jelölteket nyilvántartásba venni. Ez minden esetben megtörtént. Az ajánló évek leadása után azt is kisorsolták a helyi választási bizottságok, hogy az október 13-ai önkormányzati választáson milyen sorrendben követik egymást a polgármester és képviselőjelöltek a szavazólapokon. A választóknak fontos tudni továbbá, hogy az önkormányzati választáson csak azok szavazhatnak más helyen, más városban, akiknek van tartózkodási helyük, és azt június 26-a előtt létesítették. Ők a tartózkodási hely szerinti illetékes szavazókörben adhatják le szavazatukat. Az októberi önkormányzati választáson azokban a szavazókörökben, ahol sok lesz a nemzetiségi szavazó, lassabban mehet a szavazás, és sok időt vehet el a szavazólapok szétválogatása, így később kezdődhet meg az eredmények közlése, mondta Pálfi Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Az idei választás újdonsága, hogy a nemzetiségi választópolgárok nem külön nemzetiségi szavazókörben voksolnak, hanem a lakóhelyük szerinti szavazókörben adják le szavazatukat nemzetiségük önkormányzatainak tagjaira, ugyanott, ahol a polgármesterre és a képviselőkre szavaznak. A jegybank arra számít, hogy a következő hónapokban tovább mérséklődik, akár 3% alá is csökkenhet az éves infláció, mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Várhegyi Judit hozzátette, az éves áremelkedés üteme már harmadik hónapja csökken.
A főosztályvezető emlékeztetett a Központi Statisztikai Hivatal kedden közölt adataira, amelyek szerint a fogyasztói árak átlagosan 3,1%-kal voltak magasabbak augusztusban az egy évvel korábbinál. Rámutatott, az inflációt a különböző akciós időszakok is befolyásolják, augusztusban a ruházati termékek leárazása volt a legszembetűnőbb. Több mint 126 millió forintot nyert 17 szekszárdi civil szervezet rendezvények, kulturális programok szervezésére egy pályázaton. A pénzügyminisztérium ugyanis a szekszárdi helyi közösség minden egyes pályázatát támogatásra érdemesnek találta. Így a jövőben olyan előadások, közösségi vagy éppen kulturális rendezvények valósulhatnak meg a Tolnai megyeszékhelyen, amelyek valamennyi társadalmi csoportnak szólnak majd. Közel 6,5 millió forintot nyert az Esőmanok Tolna megyei autistákért egyesület az ESZA pályázaton, Autistákért, autistákról, autistákkal című programjukra. Vízzel Lőci Gizella, az egyesület vezetője azt mondja, többek között előadássorozat, zenés játszóházas foglalkozás szervezésére fordítják majd ezt az összeget. Nagyon örülünk, hogy sikerült ez a pályázat. Mi egy 10 alkalmas programsorozatot kívánunk ebből megvalósítani, ami amúgy nem csak az autizmussal érintett családok részére, hanem bárki részére, aki autizmus iránt érdeklődik, vagy úgy gondolja, hogy tud nyitni az autisták felé, aminek mi nagyon örülnénk. Ebben a 10 alkalomban terv szerint van 2 nagy városi nyilvános program, és lenne 8 kisebb. Az Esőmanókon kívül még 16 másik szekszárdi szervezet nyert összesen több mint 126 millió forintot az ESZA pályázaton kulturális programok szervezésére. Alapvetően rendezvényekről van szó, sport, kulturális rendezvényekről, de természetesen olyan újszerű kezdeményezések is lesznek, amelyek eddig még nem voltak a városban. Az összeg az 2 és 20 millió forint között szóródik, átlagosan ilyen 5 millió forint körül jön ki egy-egy rendezvény vonatkozásában. Szekszárdon számos rendezvény valósul meg a jövőben a civil szervezetek erőfeszítéseinek és a most elnyert támogatásnak köszönhetően. A következő október 5-én lesz a Prometheus Parkban, ahol egy kalandparkot alakítanak majd ki. Itt a gyerekek próbára tehetik majd bátorságukat. A Szent Mihály napi bátorság próba előzetes regisztrációhoz kötött. A megye legmodernebb játszóházának építkezése kezdődik még ebben a hónapban. A volt szovjet laktanya utolsó romos épületének hasznosítására a területfejlesztési operatív program támogatásával kerül sor. A város saját költségvetéséből 75 millió forinttal támogatja a beruházást. Ma még ez a romos épület emlékeztet mindenkit arra, hogy itt egykor állomásoztak a huszárok és a Vörös Hadsereg katonái is. Ez az utolsó, még nem hasznosított épület, mely várhatóan jövő ilyenkorra már szerves része lehet az oktatási, kulturális és sport létesítménynek. Sikeresen nyert a város a top pályázatokban, ez ugye az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával nyitott pályázati forrásokra, nyertünk egy úgynevezett barnamezős beruházásra, játszóház és szabadidőpark kialakítására Tolna városában, ez a pontos címe, erre nyertünk majdnem 300 millió forintot. Ez azonban kevés lesz a projekt befejezéséhez. A város ezért úgy döntött, a hiányzó 75 milliót saját költségvetéséből biztosítja. Az épület több korosztály gyerekeinek szolgál majd szórakozási lehetőséggel, emellett szabadtéri játszóparkkal és kávézóval is kiegészül. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy még egyszer, hogy az épületnek találjunk és találtunk funkciót, és hogy a gyerekek igényeit még jobban ki tudjuk elégíteni. A tervek szerint az építkezés még idén szeptemberben elkezdődik, és jövő tavaszra készülhet el. A Szedresi Lovas Udvarház és a helyi általános iskola 10 éven át szervezte az országos lovasrajzpályázatot. 10 év után egy 500 alkotásból álló tárlat keretében mutatták be a Szedresi Lovas Udvarház kiállító termében azokat a Tolna megyei alkotásokat, amelyeket az elmúlt évek során a zsűri kiválogatott és díjazott. A jubileumi kiállítást Kovács Ferenc festőművész nyitotta meg, aki 10 éven keresztül a lovasrajzpályázat zsűriének elnöke volt. A lovak ábrázolásáról szóló rajzpályázat tisztelgés Garai Ákos, Tolna megyei festőművész munkássága előtt, akire jellemző volt a lovak huszárok festése, mondta Kovács János, Szedres polgármestere. A kiállítás megnyitón megjelent minden korábbi pályázó rajzos ajándékkal tért haza.
Felújított közösségi házat adtak át Gerjenben. Az átadásra a helyi falu és szüreti nap részeként kerül sor. Az alsónyéki hagyományőrző együttes vendégváró táncával kezdődött a gerjeni falunap, ami idén egybeesett a szürettel. A megnyitót követően díjakat adtak át. Szalagátvágás előzte meg a felújított helyi közösségi ház átadását. Sorsfordító időszak következik Gerjen község lakóinak életében, mondta beszédében Romhányi Károly, Gerjen polgármestere. Azt gondolom, hogy a mai modernkor követelményeinek teljes mértékben megfelel, hiszen konferenciáktól a különböző rendezvényekig, kisebb-nagyobb rendezvényekig le tudunk itt bonyolítani, és ami nekem nagyon fontos volt, hogy a közművelődési funkciókat végre egy helyre tudtuk helyezni egy épületbe, hiszen a könyvtár is a művelődési ház vagy közösségi házunkban kapott helyet. 130 millió forint állami támogatásból a gerjeni közösségi ház külső és belső teljes újjáépítése, egy belső integrált tér létrehozása és számos kapcsolódó épület felújítása valósult meg. További a helyi közösséget érintő beruházásokról beszélt Kovács Pál, a Paks 2 beruházásért felelős államtitkár, aki szerint mindezen befektetések eredményeként nem lesz többé zsákfalu Gerjen. Ez azért most egy minőségi lépés, ez már az előszele annak a mai művelődési házavatás, ami egy nagyon komoly közintézmény, igen kiváló állapotban valósult meg, ez egy nagyon szép beruházás volt. Ugye ezt fogják követni azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek már az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódnak. Ez mind a autópálya összeköttetés, a híthoz kapcsolódó autópálya összeköttetés, illetve az atomerőmű művet Gerjen el összekötő, bekötő útnak a megépítése. A programokat szüreti felvonulás zárta, amin több százan vettek részt. Országosan évente mintegy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgáz okozta baleset miatt. Tolna megyében 2015-ben ölt utoljára a mustgáz, vagyis a széndioxid. Pedig szakemberek és borászok szerint egyszerű módszerekkel és egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a mustgázzal kapcsolatos pince balesetek. Fontos, hogy a boros pincét üzemeltetők gondoskodjanak a pincék szellőztetéséről, és tudatosan figyeljenek a jelekre. Amíg a gyertya ég, addig azért biztonságban vagyunk, mert ugye van kellő mennyiségű oxigén a pincében. Ezt mondja Bősz Adrián, a szekszárdi hegyközség elnöke, felhívva a figyelmet a széntelen szaktalan mustgáz veszélyeire, aminek a belélegzése akár halálos is lehet. A borásszal is előfordult, hogy szüret idején a pince fölötti irodában dolgozott, ám egy átjárónál nyitva maradt egy ablak, és a mustgáz kiszökött. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy egyre álmosabb vagyok, egyre többet ásítozok. Először úgy érzem magam, hogy mintha nem aludtam volna egy napig, utána 2-3-ig, és akkor utána jöttem rá, hogy hoppá, itt lehet, hogy éppen valami probléma van. Abban a pillanatban kimentem a helyiségből, és a friss levegőn egy pillanatra másikra jobban lett az ember. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója azt mondja, a megelőzés a legfontosabb. Érdemes különböző eszközökkel védekezni a mustgáz ellen borfeldolgozás idején. Például a föld közelében tartott, lapátra helyezett gyertyával, és ha elalszik, nem szabad szellőztetés nélkül lemenni a pincébe. De a széndioxid érzékelők is életmentőek lehetnek. A széndioxid mérgezésnek pontosan az a tulajdonsága, hogy alattomos, önmagában nem is mérgező, hanem kiszorítja a levegőből, vagy abból a térből a levegőt, az oxigént, és gyakorlatilag egy bágyadtság, fáradtság jelentkezik, majd ájulás, és ekkor már nem képes ezt elszenvedett személy arra, hogy bárkit értesítsen. Országosan évente mintegy tucatszor riasztják a tűzoltókat mustgáz okozta baleset miatt. Tolna megyében 2015-ben ölt utoljára a mustgáz, vagyis a széndioxid, ami a gyümölcs eljedése során keletkezik akkor, amikor alkohollá alakul a cukor. Regionális híreink következnek. Megnyílnak a nemzeti együttműködési alapforrásai, több mint 7 milliárdra pályázhatnak a civilek. 3 millió forintot adományozott a HAUNI. Gyerekeken segítő alapítványokat támogat a pécsi cég. Októbertől pályázhatnak a civil szervezetek a nemzeti együttműködési alapforrásaira. Erről tartottak tájékoztatót Pécsett. A területért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a cél, hogy a szervezetek minél gyorsabban megkapják az igényelt összeget, ehhez azonban jó pályázatokat kell benyújtaniuk. Több mint 7 milliárd forinthoz juthatnak a civilek ezzel a lehetőséggel.
Civil szervezetek képviselői hallgatják a helyettes államtitkárt a Pécsi Nevelőházában kedden. Októbertől adhatják be pályázataikat a szervezetek jövő évi programjaikra a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Több pénz jut ezekre, mondja a területért felelős helyettes államtitkár. A 19-es alap 5,9 milliárd forintból állt, jövőre 7,7 milliárd forint lesz, ami egy közel 2 milliárdos emelkedés, aminek az oka, hogy az a civil 1%, amiről bármelyik magyar állampolgár egy civil szervezet javára nem rendelkezik, az a NEA-ba áramlik be, és onnan egyébként civil pénzként, civil támogatásként vagy forrásként hasznosul. Az összevont, vagyis a működési és szakmai pályázatokra egy hónap lesz a határidő. Az egyszerűsített pályázatokra szintén egy hónap jut, de ott november közepétől lehet pályázni. 2010 óta elmondhatjuk, hogy a polgári városvezetés partnerként tekint a pécsi civil szervezetekre. Ezt mutatja az a mutatószám is, hogy mintegy 18 civil szervezettel kötöttünk közlekedési megállapodást, vagy újítottunk meg szervezetekkel közlekedési megállapodást. Fontos partnerei Pécs városának a civilek a tekintetben is, hogy számos olyan terület van a városban, ahol a feladatellátásban fontos hiánypótló feladatot látnak el. Ide tartozik a szociális terület, a közművelődés, kultúra területe, de a közösségi házak és a közösségi terek fenntartásából is egyre többet vállalnak, emelte ki a város alpolgármestere. Nem csak pályázatokkal kívánnak a jövőben segíteni a civil szektor fejlődését, fejlesztését, hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy bevonódjanak a városi döntéshozatali folyamatban is, nyilván azon a szinten, ahol ők egyébként ebben aktívan és hasznosan közre tudnak működni, úgyhogy az a szándékunk, hogy a jövőben települési részi testületeket, fórumokat alkotva a település részük fejlődésébe is belefolyhassanak azok a szervezetek, akik ebben részt kívánnak venni. Kővári János kiemelte, Budapest után Pécsett a legmagasabb a civil szervezetek száma. Ezért fontos, hogy bevonják őket az önkormányzati munkába. Így valójában a helyben élő polgárokat vonják majd be a döntéshozatali folyamatokba. Hangoskodnak, szemetelnek és a padokon alszanak. Egyre nagyobb felháborodást vált ki a hajléktalan kérdés Siófokon. Szálló ugyan van az arra rászorulóknak, az éjszakákat azonban nem tölthetik ott, csak télen. Volt olyan ismerősöm, aki emiatt költözött el innen, itt béreltek egy lakást. Egyre elviselhetetlenebb a hajléktalan kérdés a belvárosban, vallják a siófokiak. A probléma elsősorban az Újpiac teret és annak környékét érinti a helyiek szerint. A hajléktalanok este lepik el a városrészt, és amellett, hogy hangoskodnak, gyakran rengeteg szemetet is hátrahagynak. Amit tapasztal az ember az az, hogy hát a padokon erre-arra hát nem éppen kulturált emberek fekszenek, sajnos olyan állapotban, amilyenben nem kéne, hogy lássuk őket, gyerekek főleg, alattuk a piszok, az ételmaradék. Az itt lakók úgy vélik, méltatlan ez a körülmény a település képhez, hiszen a nyár fővárosáról van szó. Bemenni, csak nem le. Siófokon kizárólag november és április között működik és tart nyitva éjszaka a fedél nélküliek menedékhelye. Így nyáron az utcákon vagy éppen a bokrokban kénytelenek meghúzni magukat a hajléktalanok. November 1-én nyílik, fürdeni, mosni lehet a hajléktalan szálon, bacsi 224, de ott nem lehet tartózkodni november 1-től, tehát mindez halottak napjától, tehát végülis hát fűtésszezon majdnem, és de addig nem lehet benne aludni, addig ki arra, a bokrok, ez, itt. Sándor és Mihály azt mondják, behúzódnának éjjelre is a szállóra, de nem lehet. Nem engednek be csak 8-tól 6-ig. A településnek állandó lélekszáma miatt nem kötelező, hanem önként vállalt feladata a menhely fenntartása. Ezért aztán csak a leghidegebb hónapokban tölthetik itt az éjszakát a hajléktalanok. Összesen 3 millió forinttal támogatta a Hanni Hungária gépgyártó Kft. Pécsi alapítványok munkáját. Az év legnagyobb haunis rendezvényén, az immár 20. éve megszervezett szeptember elejé családi napon hagyományosan nagyobb összegű adományokat ad át a vállalat. Ezúttal beteg gyerekeken és koraszülötteken segítő alapítványok vehették át az 1 millió forintot. A három szervezetet a vállalat munkatársainak szavazatai alapján választották ki.
koraszülötteken és beteg gyerekeken segítő alapítványoknak adott át összesen 3 millió forintot idei családi napján a Pécsi Hauni Hungária gépgyártó Kft. A cég rendszeres támogatója a helyi közösség érdekében dolgozó, rászorulókon segítő alapítványoknak és más szervezeteknek. Ezúttal pénzbeli adománnyal támogatták a Beteg Újszülöttekért Alapítvány, a Koraszülöttek és Újszülöttek Egészségért Alapítvány, valamint a Gyermekedért Alapítvány munkáját. Ami különösen érdekes ennek az eljárásnak a keretében az, hogy itt a munkavállalók voltak azok, akik a kiválasztásban nagyon aktívan részt vettek. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a munkavállalóink ajánlásai alapján választottuk ki azokat a szervezeteket, akiket támogatni szeretnénk. Mint azt Varga Zoltán stábunknak elmondta, az idén 25 éves nagyvállalat nagy hangsúlyt fektet az önkéntességre. Éppen ezért a gyár 2018-ban két alkalommal rendezett önkéntes napokat, amikor iskolák és óvodák közösségi tereit segítettek felújítani a munkavállalók. 2019-ben ezt a hagyományt folytattuk, most már nem kettő, hanem öt helyszínen végeztünk különböző önkéntes munkálatokat. Itt szintén iskolák, óvodák, közösségi terek, sőt a klinikának is segítettünk, illetve segítettek a munkavállalók saját munkájuk felajánlásával. A Hauni munkatársai, akik regisztráltak a családi napra, összesen közel 20 alapítvány közül választották ki azt a három szervezetet, akik idén 1-1 millió forintban részesültek. Miénk a város címmel háromlapos fesztivált rendeztek Kaposváron. A Somogyi megyeszékhelyen 2010 óta búcsúztatják így a nyarat minden évben. Másik felével, hát jó, így is tudott támadni, tehát így is tudott, de ilyen paramot címezzük. A vigasságok terén indultak az idei évben a programok a Miénk a Város Fesztivál keretében Kaposváron. A téren kora délelőttől már régi korok hangulatát idézték a különböző hagyományőrző egyesületek korabeli eszközei és népviseletei. És azt szeretnénk, hogyha egész Somogybenyébe tudnánk menni a mi kis gyűjteményes anyagunkkal bemutatózni. Ezt úgy gondoljuk, hogy akkor él a hagyomány, ha látjuk, szagoljuk, érezzük, belebújunk, és megpróbáljuk átélni azt a kort. Ma ebből hoztunk egy kis ízelítőt. A téren a gyerekek szinte mindent kipróbáltak, népviseletbe is öltöztek, bármint mondják, furcsa volt az élmény. Igen, az anyaga miatt, hát meg hát, igazából hát, ez az első, hogy én felvettem ilyet. Meg a kalap is fura volt. Remény magot hincs, a szívemen kinyíl, virágokba rejtelek. A Kossuth téren minden este változatos koncertekkel várták az érdeklődőket. Az előadók között volt többek között Rúzsa Magdi is, aki a dalok és a koncertek jelentőségére is felhívta a figyelmet. Én mindig törekszem arra, hogy legyen üzenet egyébként, ha akár burkoltam vagy rejtve, de akkor is legyen. És hát azon kaptam magam, hogy azért, amikor valamit nagyon-nagyon komolyan csinálsz, és látszik, hogy mindig van egyfajta előrelépés, akkor nem csak a közönség számára tudsz példa lenni, hanem bizony nagyon sokan szakmabeliek is látod, hogy figyelik, hogy hogyan csinálod, és látod azt, hogy... És nekem ez például nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, amikor azt látom, hogy mások próbálnak követni. Az idei Miénk a Város Fesztiválra több ezren voltak kíváncsiak a három nap során Kaposváron. A Bükösdi Általános Iskola 2018-ban sikeresen pályázott a Menő Menzák az iskolákban elnevezésű felhívásra. A program szakmai koordinátora, a Kis Fortuna Alapítvány vállalta, hogy a pályázati ciklus 20 hónapja alatt 21 rendezvény tart. A cél, hogy egészséges alapanyagokból egészséges ételek készüljenek az iskolában, de Bükösdön sem csak a gyerekeknek szánják a programokat. Közösségi összefogással a Menő Menzák az iskolákban pályázat eredményeként a diákokat szolgáló program indult el a Bükkösdi Általános Iskolában tavaly, de ez nem csak a gyerekeknek, hanem szüleiknek és a pedagógusoknak is szól, úgyhogy a szakmai koordinátor, a Kis Fortuna Alapítvány egészséges ételkóstolót tartott hétvégén Bükkösdön. Most azért jöttünk ki a Bükkösdi búcsúra, hogy a felnőtteknek is, mert ez nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek, a szülőknek nagyon nagy segítség, hogy például egy hagyományos töltött káposztát nem csak jó zsírossal lehet megcsinálni, hanem csirkemellből, bulgurral, egy kis kókuszsírral, ugyanúgy egy almás pitét vagy egy mengyes pitét, ami nem hagyományőrző ételeket is lehet finomabb és egészségesen csinálni, teljes kérlésű liszttel, ugyanúgy almával, gyümölccsel, nem vastag tésztával, jó vékonyan, és ezt szeretnénk az egész iskolának bemutatni. A technika tantárgy tanterve ételkészítést is tartalmaz, de az is fontos, hogy a gyerekeket meg
megtanítsák az egészséges ételek elkészítésére és az ízléses asztalterítésre is. De vajon mit tanult az élelmezés vezető az elmúlt egy évben? Rengeteg mindent, új ötleteket, új ételeket, tehát tényleg egy nagyon egy tanulási folyamat folyamatosan, és a gyerekek szeretetét, hogy tényleg, hogyha odafigyelünk a gyerekekre, akkor ők azt viszonozzák, azt a szeretetet és az odafigyelést, és tanulnak is belőle. A menőmenzák az iskolákban pályázat keretében támogatás igényelhető a tárgyi körülmények javítására is. A Kis Fortuna Alapítvány vállalta, hogy az iskolai foglalkozások mellett dietetikus segít a sütésfőzésben, az alapanyagok megismerésében, valamint hasznos tanácsokkal látja el a pedagógusokat, tanulókat és szülőket egyaránt. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Önkormányzati választás. Megvan, kikre szavazhatunk október 13-án. Támogatás. Több mint 126 millió forintot nyertek a szekszárdi civil szervezetek szabadidős programokra. Fejlesztés. Felújított művelődési házat adtak át Gerjenben. Mustgáz. Kis odafigyeléssel elkerülhető a tragédia. Csütörtökön is folytatódik a nyugodt, jellemzően napos, délután kifejezetten meleg, kora őszi időjárás. Csapadék nem valószínű. Általában gyenge, a déli kora délutáni időszakban kisé élénkebb északnyugati légmozgás lesz jellemző. Éjszaka derült lesz felettünk az ég, itt-ott pára, illetve kötfoltok alakulhatnak ki. Mára köszönöm figyelmüket! Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!